Tolna megy egyik közkedvelt strandoló helye Dombori, ahová szívesen járnak ki az emberek akár hétköznap is megmártozni a vízben egy-egy kánikulai nap során. Idén nyáron viszont nagy a baj, hiszen a holták vize talán sosem látott mértékben apadt el, ami veszélyezteti a benne élő vízi világot, illetve a fürdőzésre is alkalmatlanná válhat. A Faddi önkormányzat a Dunaág 7139 Egyesület segítségével most segélyhívással fordul a lakosok, büfétulajdonosok és a strandolók felé, hogy adományaikkal segítsék a vízbepótláshoz szükséges szivattyú beszerzését, hiszen ez életmentő lehet Dombori számára. A holtáknak több vízbepótlási pontja is van. Paks felől jön egy, Tolna irányából, a Bartal csatornából, ha éppen a sióról duzzasztják a tolnai ágat, akkor át tud jönni a víz, az éppen kezd leállni, vagy el is állt, valamint hát a Nagy Dunáról egy szivornya segítségével, hogyha a Duna legalább 4 méteres, most jelenleg nem 4 méteres a víz ott, hanem 2 alatt vagyunk. Idén még legalább 20 cm-nyi víz átemelésére van szükség a Nagy Dunából, mert a sióból áteresztett körülbelül 10 cm-nyi nem volt elégséges a holták ökológiai egyensúlyának fenntartásához, ezért sürgető a szivattyú beszerzése. A holtáknak a déli csücskénél, a Nagy Dunánál, ott úgynevezett ilyen mobil szivattyúkat helyeznek ki, oda építenek ki, a kiépítésnek is van egy költsége, homokzsákozni kell, a csövezetéket el kell vinni a Dunáig, üzemeltetni kell, kb. 10 napon át lehet úgy, vagy kell úgy üzemeltetni ezt a rendszert, üzemanyaggal, amelynek szintén az ára nem hatósági áras, amivel aztán fölemeljük a vizet a Dunáról a holtákba. Eddig 9 millió forint adomány gyűlt össze, a maradék 3 millió forintra pedig minél hamarabb szükség van, hogy elkezdődhessenek a munkálatok és megmentessék a holtágat.